Sziasztok! A mai videóban egy olyan sminket mutatok meg nektek, amit csupa krémes termékkel készítek el, tehát nektek se kell hozzá ecsetet használnotok, csupán az ujjatok segítségével villámgyorsan elkészíthető. Első lépésben eltüntetem a karikáimat egy korrektor segítségével. Megint a belső szemzugtól haladok kifelé. Tehát fontos, hogy a bőrszíneteknél egy pár árnyalattal világosabb legyen az a korrektor. De semmiképp ne legyen túl világos. Miután a karikáimat eltüntettem, egy kevés alapozóval homogénné teszem az arcbőrt az ujjammal. Szépen egyenletesen eldolgozom az ujjammal. Sehol ne legyen foltos. Mintha egy arckrémet vinnétek fel a bőrötökre. A szemhéjamra egy krémes szemhéjfestéket fogok használni. Nagyon szép, enyhén fényes barnás árnyalatú. Szintén az ujjam segítségével. Óvatosan eldolgozom. Miután ezt a krémes szemfestéket az egész szemhéjamon eloszlattam, egy kevés szempillaspirált használok. Jó. Egy keveset alulra is használok. Végül egy krémes állagú pirosítót fogok használni, szintén az ujjaim segítségével. Erre a kis alma részre, ami kiemelkedik a mosolygunk. És picit föl a halántékommal felé. És finom ütögető mozdulatokkal eldolgozzuk ezt a krémet. És ugyanezt a krémes pirosítót használom az ajkaimra is. Egy egészen keveset, hogy kiemeljem a természetes színét. És készen is vagyunk, ilyen egyszerűen elkészíthető.